Idén sem feledkeztek el névadójukról a II. Rákóczi Ferenc általános iskola tanulói. A diákok ezúttal is a Rákóczi híd keretében emlékeztek meg a fejedelemről. Március 27-én, II. Rákóczi Ferenc emléknapján a tanintézmény tanulói ünnepi műsor keretében gondoltak vissza iskolájuk névadójára. Síró szava messze-messze. Gál Petra, Adi Endre a Rákóczi Vén harangja című verset szavalta el. Ezt követően Kari Sándor, intézményvezető helyettes beszédében elmondta, az erdélyi fejedelem élete három dologra tanít. Elsőben a kötelesség teljesítésre. Rákóczinak családi öröksége Istentől rendelt hivatása volt, hogy a magyar szabadság ügyét felkarolja, s tette ezt oly nagy kötelezettségérzéssel, hogy érette minden földi kincsét, nyugalmát és békéjét feláldozta. Másodszor megtanít minket lelkesedni a hazáért. Az élet nehéz küzdelmeiben a hazaszeretet érzése eszményeket nevel bennünk, mely eszmények finomabbá és bátrabbá teszik az embert. És megtanít a földi élet legnagyobb igazságára, hogy a hatalom, gazdagság múlandó, a nemes, nagy és erős lelket nem elégíti ki. Amióta iskolánk felvette II. Rákóczi Ferencnek a nevét, azóta egy ünnepi hét keretében emlékezünk meg iskolánk névadójáról. Az egyik ilyen kiemelt esemény ez a tanévben. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen híres történelmi személyiség nevét viselhetjük, arra is, hogy az iskolánk előtti parkban magának a fejedelemnek a szobra is itt áll. Amióta az országgyűlés ezt a napot nemzeti emléknappá nyilvánította, azóta külön feladatunknak tartjuk, hogy a város más közintézményeit is megszólítsuk erre a napra, és határon túliakkal együtt emlékezzünk ezen a napon a fejedelemre. Ilyenkor a tanórák is a Rákóczi hét jegyében zajlanak, és igyekeznek a pedagógusaink ilyenkor a tananyagot úgy összeállítani, hogy az egyszerre legyen emlékezés, és egyszerre legyen tanulás. Is. A gyerekeket is különböző tevékenységeken keresztül megpróbáljuk egy kicsit közelebb hozni az ő példájához, hogy ismerjék meg az ő életét. Különböző programokat szervezünk nekik, a hét keretein belül a tanórákon is, és szabadidős tevékenységekben is. A programsorozat részeként ünnepélyes keretek között ezúttal is megkoszorúzták az iskola parkjában található Rákóczi szobrot. Az ünnepi műsor mellett ezen a héten történelmi és műveltségi vetélkedők, rajz, valamint sportverseny is várta a diákokat.